goes my heart beating. Cause you are jól szeretünk titeket. Örülök, hogy osztozkodhatunk az örömetekben, és jaj, részesei lehetünk az életeteknek. Please come back now. And there goes my mind racing. And you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every. A férjet és a feleséget nem egymás fölé vagy alá teremtette az Isten, hanem egymás mellé. Egy ugyanazon igában, szövetségben húzva, nem mindenben ugyanolyanok, de egy irányba mennek. Isten választotta mind a kettőt, megváltotta, megáldotta, és egy ponton összehozta az életüket. És ebben élnek, ebben vannak. You are the reason. There goes my head shaking. And you are the reason. My heart keeps bleeding. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és anyját. Ezek a szavak fájdalmas szavak. Az elválás, az elhagyásban mindig benne van a fájdalom. Nevelem, vigyázok rá, és egy ponton átadom valakinek az Isten akaratába. És álmod bocsátott rá, kivett egyet annak oldalbordája közül a szívem mellől. Nem akárhonnan vette ki azt a csontot. A szívem mellől, az oldalából, hogy az asszony mindig mellette legyen. Az ember életében nagyon-nagyon ritkán vannak olyan pillanatok, amikor ennyi ember veszi körül, és ezek az emberek mind-mind a szívéhez nagyon közel állnak. És hát Verával nekünk ez megadatott, hogy tényleg ahogy körbenézek, főleg Verától indulva egészen Veráig, ő a szívem kezdete és a szívem vége. De a szívem kezdete és a szívem között ti vagytok. Turns from darkness to light. Anytime temptation comes and someone stands to fight. Anytime somebody lives to serve and not be served. I know, I know, I know, I know. God is on the move. Nagyon örülök, hogy Sam lesz a vejem. Örülök Áronnak, Ildinek, az egész családnak, a lányok gyönyörűek, ezt csak úgy mondom. És hát erre ígyunk! Legidősebb fiam, Olivier, még akkor senki nem tudott semmiről, még talán Sami sem tökélt el a szívében a dolgot. Olivier megszólalt és azt mondta, apu, Verát jó lenne valahogy bemenni a csapatba. Igen.
megtermett fiatalember, mindenféle beavatkozásunk ellenére elrabolta a mennyasszonyt, viszont hál' Istennek nincs minden veszve. Tehát, hogy még ez a pár ez újra egyesülhet ma, Saminak is és Verának is különböző feladatokat teljesíteni kell, és hogyha ezeket teljesítik, akkor újra egyesülhetnek. Harmadik zsinór, ami bele van fogva, megtartja. Képtelen szétbomlani a két szál, egyben marad azért, mert a hármas kötél nem könnyen szakad el, mert benne van Jézus, és nem fogja. Elszakad. Hát amíg a halál el nem válasz, ugye? De... Köszönöm, foglaljatok helyet.